Sziasztok! A mai videóban egy újabb ázsiai étel kerül az asztalra. Ez pedig nem más, mint a sushi. A legfontosabb hozzávalóval kezdünk, a sushi rizs. Nem a rizs, nem bérizs, nem jázmin, nem basmati, hanem sushi rizs. Először is jó alaposan mossuk át a rizst, majd hagyjuk lecsöpögni. Ha van rizsfőzőnk, nyert ügyünk van, csak kövessük a rajta található utasításokat. De ha nincs ilyen masinánk, akkor sem kell kétségbe esnünk, egy átlagos fazékban is megoldhatjuk a dolgot, mondom is hogyan. Egyrészt rizshez 1,2 vizet számoljunk. Nem súlyban értendő az arány, hanem térfogatban. Vagyis most a két bögre rizshez 2,4, vagyis durván 2,5 bögre vizet adunk. Közepes lángon forrásig melegítjük, majd a legkisebb fokozaton 15 perc alatt készre pároljuk. A második legfontosabb hozzávalónk a sushi ecet. Ezt vehetjük készre kevert formában, de nagyon egyszerűen elkészíthetjük magunk is. Ettől lesz igazán finom a rizs. Ehhez kelleni fog 120 ml rizsecet, 3 evőkanál cukor és 1,5 teáskanál himalája só. Asztali sóból csak a fele. Ha megfőtt a rizs, terítsük ki egy tepsire és amíg forró, locsoljuk rá egyenletesen a sushi ecetet, majd egy sushi kanál vagy lapos fakanál segítségével, kaszáló mozdulatokkal egyengessük el a rizst. Fontos, hogy ne nyomkodjuk a rizst, inkább óvatosan forgassuk, hogy mindenhol átjárja a sushi ecet. Amíg szobahőmérsékletre hűl, vágjuk fel a zöldségeket. Az, hogy mivel szeretnénk megtölteni a sushikat, ránk van bízva, de mutatok pár ötletet. Jöjjön az összeállítás. Nedves kézzel tegyünk egy marék rizst a nori lapra, majd amennyire csak tudjuk, egyengessük el úgy, hogy a nori lap felső egynegyede szabadon maradjon. Ezután jöhet a töltelék, amit helyezzünk a nori lap aljától 4-5 centivel feljebb. Most jön a trükkös rész, de nem kell megijedni. A bambuszjékény segítségével elkezdjük feltekerni a sushit. Ne ijedjünk meg, próbáljunk határozott mozdulatokkal dolgozni, és akkor nem fog szétesni a tekercs. A jékény segítségével jószorosan tekerjük fel a sushit, és a legvégén a szabadon maradt nori lapot nedvesítsük meg a kezünkkel, hogy szépen le tudjuk zárni a makit. Fontos, hogy a nori lap fényes oldala nézzen lefele, mert a másik oldalához könnyebben tapad a rizs. És hogy mik kerültek a sushikba? Füstölt lazac, surimi, avokádó, jégcsapretek, uborka, kaliforniai paprika, répa és krémsajt. Ha megvagyunk a tekercseléssel, egy nagyon éles kés segítségével vágjunk nagyjából 2 cm vastag makikat. Nem árt, ha időnként vízbe mártjuk a kést ilyenkor. Tálaljuk szójaszósszal és rózsaszín gyömmérrel. Jó étvágyat!